Két nő ellen emelt vádat a Baranya vármegyei főügyészség, ezügyben tartottak előkészítő ülést a pécsi törvényszéken. A másodrendű vádlott nő egészségügyi szakdolgozó, aki az elsőrendű vádlott nő idős, több betegséggel küzdő anyósát, a sértettet gondozta. Rövid idő alatt bizalmas viszony alakult ki a vádlottak között, majd a vád szerint megegyeztek abban, hogy a sértett halálát gyorsító készítményt adagolnak a sértetnek. 2021. október közepétől észlelték az anyós állapotának romlását, azonban a szakszerű kezelés elkerülése érdekében nem intézkedtek, míg végül a sértett néhány napon belül elhunyt. A vádlottak mulasztása a halálos eredmény kialakulását felgyorsították, a sértett kórházba szállítása és egészségügyi ellátásának elmaradása a halál beálltával közvetett okokozati összefüggésbe hozható. Mindezen tényállás alapján elsőrendű vádlottat és másodrendű vádlottat emberülés büntettével vádolom. Az előkészítő ülésen a bíróság mindkét vádlottat megkérdezte, kívánnak-e vallomást tenni. A két nő azonban csak egy-egy kérdésre válaszolt. Elismeri-e, vagy ne tántsa részben a bűnösségét? Nem ismerem a bűnösségét. Egyáltalán? Egyáltalán nem. Elismeri-e, vagy ne tántsa részben a bűnösségét? Nem ismerem. Egyáltalán nem. Az ügyet így rendes tárgyalás keretében vizsgálja tovább a törvényszék. Az ügyészség egyébként a büntetés kiszabására is tett indítványt. A bíróság mindkét vádlottat 3 év szabadságvesztésre ítélje azzal, hogy a büntetés végrehajtási fokozata börtön. Állapítsa meg, hogy a vádlottak feltétele szabadságra nem bocsáthatóak, 3 évre a közügyek gyakorlásától mindkét vádlottat tiltsa el. Másodrendű vádlottat valamennyi egészségügyi foglalkozástól tiltsa el, illetve számítsa be a kiszabott szabadságvesztésbe a szervezetes foglalkoztatásban töltött időt. A vádlottak védői az orvos szakértői véleményeket kérdőjelezték meg, de a későbbiekben más tanúk kihallgatására is sor kerül. A következő tárgyalási nap március 28-a, amikor is a szakértőket hallgatják meg a bíróságon.